Tisztelt nézőim! Több ezer évvel ezelőtti múltunkban valami egészen biztosan nem stimmel. És ez nagyon bosszant. Engem igenis dühít, és úgy tűnik, hogy rajtam kívül senki más nem idegesít. Vannak dolgok az úgynevezett kőkorszakból, amelyek sehogyan sem illeszthetők be a kőkorszak eseményei közé. Ezeket szeretném ma bemutatni. Amit a képen látnak, Newgrange. Newgrange egy hatalmas dolmen, tulajdonképpen egy mesterségesen kialakított domb. Newgrange Dublintól 51 km távolságra fekszik Írországban. Ez a dolmen a tudományos meghatározás szerint több mint 5000 éves. A képen a dolmen bejárata látható, és közvetlenül fölötte egy négyzet alakú nyílás. Ezt a nyilást pedig biztosan szándékosan alakították ki, akik sok ezer évvel ezelőtt a dolment építették. Ugyanis minden évben, december 21-én megtörténik a csoda, ezen a nyíláson keresztül. Egy olyan csoda, ami sehogyan sem illeszkedik bele a kőkorszakba. Amikor a nap felkel, egy nyílegyenes fénysugár pontosan a nyíláson hatalát keresztül a belső járaton, egészen a végéig. Az egész szakasz több mint 27 méter, a dolmen elejétől a hátsó részéig. Ott különböző kődarabok találhatók, vésett mintákkal, cikcak rejtélyes szimbólumokkal és jelekkel díszítve. A fényeffektus lenyűgöző. A barlang hátsó pontjából a menyezet és minden egyes kis sarok megvilágítást kap. Ezt tudatosan tervezték meg 5000 évvel ezelőtt. Egyébként a dolmenben egyetlen sírhelyet sem találtak. Ki csinál ilyesmit? És miért? Pontos csillagászati mérés szerint hihetetlen mennyiségű anyag felhasználásával. Először talajmunkákra volt szükség a dombon. Az építmény ugyanis nem sík talajon áll, hanem ferde alapon. Azután felállították a hatalmas megalitokat. Végül a helyre került a több millió kisebb kődarab is. Majd a bejárat felett kialakították a négyzet alakú nyílást. Márpedig, ha akár egyetlen kődarab rossz helyre került volna, nem érvényesülne a fényhatás. A napsugara már nem tudna keresztül hatolni a barlangon. Ha a négyzet alakú nyílás egy kicsit kisebb vagy egy kicsit nagyobb lenne, akkor sem. Olyan kőkorszaki tervezők és csillagászok dolgoztak itt, akik nem illenek a kőkorszakról alkotott képbe. És pontosan ez bosszant, de mutatok még mást is stonehenge bizonyára sokan ismerik. Kevésbé ismert, hogy a Stonehenge-i kőkörök pontosan megegyeznek naprendszerünk bolygóinak elhelyezkedésével, természetesen az átlagos távolságok adataival. Középről kezdve tehát a Merkur, a Vénusz, majd a Föld aztán következik a Mars. Csakhogy. A Mars és a Jupiter között van egy nagyon nagy távolság. Ott található az aszteroida gyűrű. Csak azután következik a Jupiter. Ezt az úgynevezett Hillstone vagy sziklakő jelzi. Ez rendben is lenne. De a kőkorszakban senki nem tudhatott az aszteroida gyűrűről. Több ezer kődarabból alakult ki, és nagyon erős távcsövekre volt szükség, hogy egyáltalán felismerjék. Ám a rejtély még fantasztikusabb. A stonehenge kövek egy mértani sorban helyezkednek el. Önök is láthatják. Ez egy nyilegyenes vonal, a végén pedig kialakult egy háromszög. Érdekes, hogy a háromszögben a csúcsok közötti távolság mindig megegyezik, és ezért a szögek is megegyeznek. Napjainkban ezeken a pontokon egy katedrális vagy egy templom áll. De a kőkorszakban itt őskori szent helyek álltak az úgynevezett pogányoktól. De milyen jó tervezők voltak ezek a pogányok? Ám miatt nem csak Angliában találhatunk, hanem Németországban is. Mi a közös bennük? Wiesbaden, Neroberg, Worms és Payer. Mind egy egyenes vonal mentén fekszenek, és mindegyikben egy dóm vagy egy katedrális áll. Ugyanígy Aachen, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg és Donaustauf esetében. Hogyan alakult ez ki? Úgynevezett szent vonalak húzódnak Európán keresztül, kasul, és minden jelölt csillag alatt egy kőkorszaki szent hely található. Ki csinálta mindezt? Ki adhatott utasítást kőkorszaki őseinknek, hogy szent helyeiket egész Európában, minden irányban, nyíl egyenes vonalak mentén állítsák fel? Biztos, hogy tudatos tervezés rejlik-e mögött. A következő példán pedig különösen szembetűnő. Nem csak azért, mert ez a vonal több ezer kilométer hosszú és átmegy az Alpokon is, hanem mert minden helység névben felismerhető ugyanaz a szótő. Ellenőrizzék csak. Kezdődik Kalénél, majd Mont Alé, Lalé, Angson, Alézi, Lalex, és így tovább egészen a szicíliai Kalézig. Valakinek ki kellett adni az utasítást, hogy a szent helyek csak egy egyenes vonal mentén állhatnak. De miért? Mi a magyarázat? És ilyen vonalakat találunk keletről nyugatra, északról délre behálózva egész Európát, és tovább is az egész földgolyón. Valakinek meg kellett ezt terveznie, akár tetszik nekünk, akár nem. És mindezt a kőkorszakban, nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt. Nézzünk még egy példát, ami engem különösen lenyűgözött. Ez a szakasz szinte már hihetetlen. A földközi tengertől húzódik az Atlanti-óceánig. Spanyolországban a Pireneusokon át. Mint tudjuk, a Pireneusok egy hegység, vagyis először fel kell menni, aztán meg le. Ma ezt a szakaszt Szent Jakab útjának nevezik. Az őskorban csillagok útjának hívták. Mintha egy gyöngysorra lennének felfűzve a települések, a földközi tengertől az Atlanti óceánig. És nézzék csak, minden egyes kőkorszaki kis településnek, falunak a nevében ugyanaz a szótő és fogalom fedezhető fel, a mindenkori helyi nyelvnek megfelelően. Kezdjük a földközi tengernél. Lézétej, vagyis csillagok, Lüzénák, Esztinyon, Lizára, minden elnevezésben ott a csillagszó. És a célállomás Santiago de Compostela, amelynek nevében stella azt jelenti, hogy csillag. Valaki az őseinknek nem csak azt hagyta meg, hogy egyenes vonalak mentén helyezzék el a szent helyeiket, hanem hogy ezek elnevezésében szerepeljen a csillagszó. Hogyan lehetséges mindez? Kik voltak a tervezők és miért? De Európában sok minden van még. Franciaországban, Brötányban, az Atlanti óceán partján több ezer nyíl egyenes vonalon felállított kőtömbre bukkantak. Ezeket menhíreknek nevezik. Egyébként ezek mind gránit tömbök, tehát örökre megmaradnak. Generációk óta törjük a fejünket, hogy vajon mi ezek? Milyen gondolat vezérelte a kőkorszaki ősöket, amikor sok ezer gránit tömböt felállítottak egyenes vonalak mentén? Egyszer szányra kapott a hír, hogy a csillagokkal állhat összefüggésben, de nem találtak csillagászati kapcsolódást. Azt is gondolták, hogy ez egy temető. A kövek pedig sírkövek, de egyetlen sírt sem találtak itt. Helybeli Breton parasztok arra gondoltak, hogy a kövek belsejében keresendő valami. Hozták a kalapácsokat, és ütni-verni kezdték a kőtömböket. Persze nem találtak bennük semmit. Mások azt gondolták, hogy egy naptárat mutatnak. A nap járását téli és nyári napfordulóval, de ez sem igazolódott be. Csak a legutóbbi korokban, amikor erről a nagy kiterjedésű területről légi felvételek készültek, és az egyes képeket már össze is tudták állítani, akkor vált világossá, hogy a kőtömbök egyáltalán nem véletlenszerűen helyezkednek el ott, ahol vannak. Emögött geometria. Sok ez éves térmértan rejtőzik, ami nem illeszkedik a kőkorszaki képbe. Nézzék csak! A szögek egyeznek, a szakaszok is megegyeznek, mindig 2860 méter, vagy pontosan ennek a fele, és mindig ugyanazok a szögek. Pitagorasz és az ő három szögei. A négyzet plusz b négyzet egyenlő c négyzettel. Csak hogy ez itt több ezer évvel idősebb, mint maga Pitagorasz. Ezért Pitagoraszra nem lehet hivatkozni. De akkor kiadott útmutatást vagy parancsot a kőkorszaki ősöknek, hogy hozzanak ide kőtömböket, több tízezer darabot, és állítsák fel nem is akárhogy, hanem az általuk megadott vonalak mentén. És egyáltalán, miféle idegenek, földönkívüliek lehettek azok, akik azt parancsolták meg a kőkorszaki embereknek, hogy állítsanak fel kőtömböket egyenes vonalak mentén, és mindig ugyanannyi legyen a távolság, ugyanolyanok legyenek a szögek. Ez ugyanis egy geometriai üzenet a régmúlt időkből. Hadd jegyezzem meg csak mellékesen, 10-12 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban elterjedt a hír, illetve a kérdés, mi lenne, ha egy földönkívüli intelligencia megfigyelne bennünket embereket, és a bolygónkat a messzi távolból. Hogyan tudnánk jelezni feléjük, hogy mi itt vagyunk? Egy amerikai professzor így felelt: Nagyon egyszerű. Az Egyesült Államok középső nyugati részében, ahol a nagyságról terül el, ezt hívják Amerika magtárának, gabonát ültetünk el egy hatalmas háromszög alakban, vagyis kialakítunk egy óriási gabona háromszöget. De nagyot? Egy-egy oldala száz-száz kilométer legyen. Egyenlő oldalú háromszöget, tehát. A közepére pedig tökéletes kör alakban mákvirágot ültetnénk. És a földön kívüliek minden évben így morfondíroznának. Hát ez aztán furcsa. Azon a földrészen látunk egy óriási sárgás barna háromszöget egy szabályos piros körrel a közepén. Ez nem lehet véletlen. Hát így tudnánk jelezni feléjük, hogy itt vagyunk. Talán valami hasonlót láthatunk Franciaországban, Brötányban is. Valakik a távoli múltból jelezni akarták, hogy itt vannak és itt voltak. Hogy voltak köztük gondolkodók, mértantudósok, tervezők, vagy azt, hogy itt voltak a földön kívüliek. Ezek ugyanis örökre fennmaradó jelek. A gigantikus méretű gránit tömböket nem lehet lerombolni, tönkretenni. Itt vannak több ezer éve. Nézzünk egy másik példát. Ugyancsak megdöbbentő és beleillik az előzőek sorába. Ezt Görögországban láthatjuk. Delfit látják a képen. Delfi egy ősi szent hely, amit Apollón Isten tiszteletére emeltek. Apollón Zeus fia volt. A legenda szerint Apollón éppen itt ereszkedett le bárkáján az égből, persze nem véletlenül. Embereket látott és tanulmányozni akarta őket, ahogy napjainkban a néprajzkutatók teszik. Így keletkezett ez a Szent Hely Delfi. Apollón tanította az embereket. Először azt mutatta meg nekik, hogyan kell a hegyoldalban építkezni, hogyan épül fel egy ház. Csillagászatra is tanította őket. Természetesen némi orvostudományt is átadott. Az ő fia volt Eskuláp, vagy Aszklépios, a gyógyítás istene a görög mitológiában. Apollónról azt tartották, hogy minden évben kétszer elhagyta Delfit égi bárkáján, és elrepült egy távoli országba az északi hegyeken is túlra, de onnan mindig visszatért. Valóban van egy nyíl egyenes vonal egész Európán át, ami Dániából indul, és átszelve a földrészt pontosan Delfiben végződik. Maga Delfi is sokkal idősebb, mint a klasszikus Delphi. Felül láthatják az Apollon szentély alapját, de az alsó köveg kőkorszaki eredetű monolitok. Kezdetben ez a szent hely ősi zarándokhely lehetett, ma így neveznénk, és csak később a klasszikus görög időkben építettek egy teraszt, egy felső szintet rá, ahol Apollon templomát alakították ki. Később pedig megállapították, hogy az egész klasszikus görögország fölött egy mértani hálót lehetne megrajzolni. Itt semmi sem véletlen. Minden klasszikus helyet össze tudunk kötni azonos hosszúságú, az aranymetszés szabálya szerinti egyenes szakaszokkal, melyek sokszor azonos szögeket alkotnak. De hát hogyan lehetséges mindez? Görögország csupa hegyvidék. Egyszer föl kell menni, egyszer meg le. Hosszú partvidékek, tengeri öblök tagolják. Hosszú szakaszokra gondoljunk, például egészen le Krétáig. Ezeket nem lehet szabad szemmel átlátni. Valaki utasítást adott az egykori ősöknek, a kőkorszaki embereknek, itt és itt alakítsatok ki szent helyeket, és nem máshol. De kérdezem én miért? Megint az örök kérdés. Ezt a játékot, tisztelt nézőim, önök is kipróbálhatják. Vegyenek elő egy Görögország térképet, és hozzá egy körzőt. Szúrják le a körzőt akármelyik régészeti helyszínen, ami az ókori Görögországból fennmaradt a körző másik szárát helyezzék egy másik archeológiailag ismert helyszínre, és most rajzoljanak egy körívet. Ez a körív minden alkalommal legalább két ismert helyszínt érinteni fog. Ezt a játékot 42-szer ismételhetik. A véletlen kizárható. Menjünk például Epidaurusból egészen Leknossosig Kréta szigetén. Ezt a távolságot nem lehet átlátni. Ugyanúgy nem, mint Csákizból át Izmíri. Izmír a kőkorszaki Smirna. Mindezt megtervezték. Biztosan állíthatom, be is lehet bizonyítani. De úgy látszik, a mi világunkban senkit nem izgatnak ezek a tények. Éljük a lusta életünket, lekötnek a mindennapi hírek, miközben a múltunk rengeteg izgalmat rejteget. Össze kellene szedni magunkat, és tanulmányozni kellene a történelmet. Ugyanis itt valami nem stimmel, és az bizonyítható is. Miért nem foglalkozik ezzel senki? Azt kérdezhetjük, mikor? Mikor történt mindez? Kőkorszaki őseink mikor hordtak össze több ezer kőtömböt és állították fel ezeket egyenes vonalak mentén? Mikor adta ki valaki az utasítást a kőkorszaki embereknek, hogy szent helyeiket, mint egy gyöngy egyenes vonalak mentén kell kialakítani? Mikor mondta valaki az ókori görögöknek, felállíthatjátok a szentélyeket, de csak ott, ott és ott? Mikor történt ez? Ismerünk néhány utalást, és ezek nagyon meggyőzőek. Ez a kép Máltát mutatja. Ezen a földközi tengeri szigeten láthatók ezek a furcsa mélyedések. Káltárksznak nevezik ezt a helyet. Ezek a sínszerű bemélyedések villamos vagy vonatpályára emlékeztetnek, de most nem is ez az érdekes. Ezek az árkok bevezetnek a földközi tenger mélyébe, vagyis a vízszint megemelkedett azóta, amióta készítették őket. Ezért azt kérdezzük, hogy mikor. Csak is az utolsó jégkorszak előtt keletkezhettek. Ez tehát egy bizonyíték a földközi tengerből. De nem csak innen van adatunk. Menjünk vissza Franciaországba, a Brötányba, ahol a sok ezer kőtömb található. Egy kis szigeten vagyunk, Gavrinin. Önök is láthatják menhírek, ősi kőtömbök állnak egymás mellett, és tűnnek el a vízben. A képen látható, hogy apály van. Apályban 12 méter mélyen található két kőtömbkör. Tehát biztos, hogy a vízszint emelkedett meg azóta, mióta elkészítették őket. Ez történt a földközi tengernél, de az Atlanti-óceánnál is. Készültek légi felvételek, amelyeken felismerhetők a víz alatti struktúrák. Vajon ezek több ezer vagy több tízezer évesek? Senki sem tudja. Ez a földközi tenger és az Atlanti óceán, és oda a hatalmas csendes óceán esetében, Japán déli csúcsánál víz alatti létesítményeket fedeztek fel. Ezek egyértelműen épített szerkezetek. Néhány évvel ezelőtt nagyon feldühödtem azon, amit valamelyik tévéadón egy német tudóstól hallottam. Itt úszkált, majd kijelentette, hogy ezek természetes eredetűek. Azért mondhatott ilyet, mert nem képes felfogni, hogy lehetnek föld alatti építmények is, amelyeket elborított a tenger több tízezer évvel ezelőtt, amelyek az utolsó jégkorszak előtt keletkeztek, és egyértelműen épített alkotások. Senki nem állíthatja felelőtlenül, hogy ez mind a természet műve. A természet igazán sok mindent alkotott, de ezt itt biztosan nem, a víz alatt, Japán déli partjainál. A földközi tenger, az Atlanti és a csendes óceán. Mindenhol megemelkedett a vízszint. Ma mindenki mindenhol klímaváltozásról beszél, és hogy a vízszint emelkedni fog. Egy percig sem vitatom, hogy klímaváltozást élünk meg. De ilyen mindig volt, bizonyítani is lehet. Éppen ezekkel a képekkel. A vízszint x ezer évvel ezelőtt emelkedett meg. A kérdés, amit a klímaváltozással kapcsolatban joggal tehetünk fel, az az, hogy valóban a széndiokszid vétkese a klímaváltozás kialakulásában. Hiszen évezredekkel ezelőtt nem volt sem ipar, sem autóközlekedés. Nem állítottak elő széndiokszidot mesterséges úton. Mi volt a vétkes akkor a klímaváltozás kialakulásában? Vannak bizonyítékaink. A földközi tenger, az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán. A vízszint megemelkedett. Mit mondhatunk erre? Nem csak Európában, a távoli Dél-Amerikában is láthatjuk, hogy valami nem stimmel. Egyébként, tisztelt nézőim, ebben az előadásban szeretnék bemutatni önöknek néhány megdöbbentő dolgot, úgymond, a deniken összesett. De nem csak az ismétlés kedvéért említem újra az egyes jelenségeket. Be akarom mutatni, hogy mi történt a legutóbbi előadás óta. Menjünk át Dél-Amerikába. Ez a Nazca-sivatag. A híres fenség Perúban. Limától 500 kilométerre délre fekszik. Ha csak itt állunk a talajon, innen nézve egyszerűen homok és kősivatagnak látszik. Olyan a talaj, mint a vasúti sinek között. De a talajban vonalak húzódnak. Ezek hatalmas rajzolatokat adnak ki, mintha a vonalakat kikaparták volna. Normál esetben semmit nem látnánk. Itt láthatóvá tették ezeket a figurákat némi krétapol segítségével. A Nazca sivatagnál három dolgot kell megkülönböztetni. A figurákat ezt hívják labirintusnak, a benszülöttek pedig úgy nevezik Las Figurás. A vonalakat, ezzel a keskeny vonalakat kell érteni, ezt úgy hívják Las Léniás. Ezen kívül a széles vonalakat. Ezek elhanyagolt kifutó emlékeztetnek. Egy ilyen szakasz hirtelen kezdődik és hirtelen végződik. Természetesen ezek nem kifutó pályák. a helyiek mégis úgy hívják lász Pistás. Három dologgal kell tehát megismerkedni. lász figuras, las lineas, las pistas. A las lineas a leghosszabb keskeny vonal. Írd és mond 23 kilométer. Nyíl egyenesen húzódik homokon és köveken, hegyeken és völgyeken keresztül. De a rejtés Nazca sivatag két pontján a vonalak sugár irányból érkeznek és egybeérnek. Vagy azt is mondhatjuk, csillagformát adnak, ahogy minden irányból összefutnak. Nem tudjuk a magyarázatot, nem tudjuk, mi van alatta. Természetesen végez ásatásokat, de egy kevés nedvességen kívül semmit sem találtak. A Nazca sivatag az egyik nagy rejté. Ezen a képen látják az egyik széles vonalat, Las Pistas. Tőle jobbra és balra a keskenyeket, Las Lineas. A látvány valóban megdöbbentő. Nem csoda, hogy az idők során számtalan elmélet született magyarázatul. Két-három évente felbukkan egy újabb elmélet. Én legalább húszat ismerek közülük. A könyvemben feljegyeztem őket az örökké valóságnak. Az egyik azt állítja, naptárral függ össze, de nincs benne semmi naptárszerű. Azt is mondták, hogy csillagászati alapja lehet, de ez sem igazolódott be. A leghosszabb a piszteszerű vonalak közül 3,8 km hosszú. Hirtelen kezdődik és hirtelen ér véget. Az a gondolat, hogy ez földön kívüliek leszálló pályája lehetett, nem tőlem származik. A könyveimben nem is fordul elő. Azt valóban állítottam, hogy úgy néz ki, mintha repülőtér, vagy mintha egy elhanyagolt leszálló pálya lenne, de nem állítottam, hogy az volt. Nézzük az elméleteket. A közértett legújabb elmélet szerint egy felvonulási útvonal lehetett. Szép kis felvonulási útvonal. Nem tűnik nagyon ünnepélyesnek. Tudtam, hogy Mária Reiche asszony egész életét a Nászka sivatagnak áldozta. Reiche asszony matematikus és geográfus volt, és Dresdában élt. Ezért vállalkozott a Dresdai Műszaki és Gazdasági Főiskola arra, hogy bizonyos méréseket végezzen a Nászka sivatagban. Ismertem a Dresdai professzorok munkáját. Meg is kerestem a Dresdai tudósokat. Magammal vittem egy egész csomag fényképet a területről. Ezen bizonyos piros jelöléseket adtam meg. Elmondtam, hogy lenne egy kutatási megbízásom számukra, és a munkát az Erich von Deniken alapítvány finanszírozza. Én azonban egészen más kérdéseket tennék fel, mint a régészek. Például azt, hogy milyen az elektromos áram ellenállása. Miről is lehet szó? Adjunk meg egy akármilyen pontot. Például itt az asztalon. Vezessünk bele 220 voltot. Legyen egy mérőműszer 4 méterre, és nézzük meg, milyen az áram áramlása. Például a homok nem vezeti az áramot. A kerámia nem vezeti az áramot. Ezek szigetelő anyagok. Tehát azt akartam tudni, mi a helyzet a NASCA sivatagban. Csináljunk néhány mérést. A sivatag az elektromos áramot nem vezeti, ahogy az várható volt. Majd nézzük meg ugyanezt az úgynevezett lász Pistas talajában. A kutatók el is végezték a méréseket. És mi történt? Ekkor jött az első meglepetés. Az úgynevezett Las Pistason a széles vonalon az elektromos áram ellenállása 8000-szer nagyobb volt, mint mellette a homokban. Azért ez nagyon megdöbbentő. Később a nászka sivatagban több különböző ponton fedeztek fel mágneses mezőket. Ezt egy modern Cézium magnetométer segítségével végezték. A mérő műszer mutatója egészen a végső pontig kitért, túl a felső határon. A nyomtatón egy piros vonal jelent meg. Senki sem tudta, hogy onnan származik ez az erős mágneses mező. Majd megmérték a mélységét. Mágneses eltéréseket még két és fél méter mélyen is mértek a talajban. Hogy magyarázható ez? Az ábrán is látható vörös foltok a mágneses mező eltéréseit mutatják. Ezek nagyon erős eltérések. Itt mégiscsak van valami. A Nászka sivatagban van egy hegy, amit mesterségesen levágtak. A belsejében valami olyasmi látható, mint a piszte. Ugyanúgy elkezdődik, majd hirtelen véget ér. A környezet jól mutatja, hogy ezt itt mesterségesen vágták le. A két oldalról körülvevő hegyek csúcsa is ezt mutatja. Egyedül ennek simították el a felületét és a piszta alatt cikcak vonalak láthatók. Ezek megállapíthatóan régebbiek, mint a felettük lévő piszte. A cikcak vonalak pedig korábbiak. Ki csinálta mindezt, és főleg miért? A cikcak vonalak alatt mágneses mezőket mértek két és fél méter mélységben, méghozzá olyan erőset, hogy a mérőműszer mutatója maximálisan kilengett. A piszte elején ugyancsak valami furcsát láthatunk. Senki nem tudja, hogy mi volt ez. Egy vonal. És ott állt egy kis építmény kövekből. Az oldal hosszúsága két és fél méter. A régész kutatók természetesen azt gondolták, hogy egy templom állhatott itt. De senki nem adott magyarázatot arra, hogy miért épült itt egy templom. Még ha csak egy kicsi is. És miért éppen itt? Az a gondolat, hogy ez egy felvonulási útvonal volt valaha, nekem személyesen értelmetlennek tűnik. Egészen biztos, hogy a Nászka indiánok is tartottak valamikor kultikus felvonulásokat. De Nászka eredete, kezdete egy egészen más történet. Biztos, hogy valami történt itt. De micsoda? Tisztelt nézőim! Biztosan tudom, mert ezzel sokat foglalkoztam, tehát tudom az antik irodalomból, hogy sok évezreddel ezelőtt voltak itt földön kívüliek. Kőkorszaki őseink semmit nem értettek ebből. Azt gondolták, helytelenül, hogy a földön kívüliek istenek voltak. Mindannyian tudjuk, hogy nincsenek istenek, de mindegy. Így szerepel minden régi forrásban, a mítoszokban, a legendákban, és itt tovább. A földön kívüliek messziről érkeztek. Valahol szükség volt az anya űrhajó elhelyezésére a föld körül. Az anya űrhajóból pedig kis szállító űrhajók léptek ki. Ma úgy hívnák ezeket Space Shuttles. Ezek szálltak le a földre. A földönkívüliek úgy viselkedhettek, mint ahogy a mai néprajzkutatók. Kinéztek maguknak néhány embercsoportot, és megfigyelték őket. Később bevonultak a népi legendákba, például Görögországban, a mitológiájukban, Apollon vagy Hermész néven. A hosszú űrutazás után a földönkívülieknek szükségük volt energiára. Mindig is ezt keresték. Ma sem tudjuk pontosan, hogy mit. Talán Uránt, vagy valamilyen ásványi eredetű dolgot. Elküldtek egy automatikusan működő robotot egy olyan területre, ahol nem lakik senki. A Nazca-sivatag Peruban ideális hely erre. Fentről megfigyelték, hogy nincs ott senki, és a robot leereszkedett a talajra, és elvégzett néhány kőzetpróbát. Talán magával is vitt valamit, amit később az anyaűrhajon analizáltak. Néhány benszülött megfigyelte mindezt, és látták, hogy valami lejött az égből, végigment a sivatagon, hátrahagyta a nyomait. Persze a benszülöttek nem értettek semmit, fogalmuk sem volt a technikáról. Hazaszaladtak, és elmondták, amit láttak. Jöttek mások is, és a hely zarándok helyé vált. Mindenki láthatta a nyomokat, amit a robot hagyott hátra, és a benszülöttek azt hitték, hogy az Istenek csinálták. Talán az Istenek hagyták meg, hogy egyenes vonalakat kell kialakítani. Erre aztán a benszülöttek neki láttak, és mindenhol egyenes vonalakat csináltak. Széleset, keskenyet, vastagot és vékonyat. Az emberek várták az Isteneket, de azok nem jöttek. Egyszer az egyik papnak jó ötlete támadt. A papoknak mindig vannak jó ötleteik. Azt javasolta, mutassunk nekik Isten figurákat. Mutassuk, hogy várjuk és szívesen látjuk őket. Van élelmünk is a számukra. Akkor a benszülöttek különböző alakokat rajzoltak a talajba. Halat, madarat, majmot, pókot és egyebet. De mindent túlméretezve olyan hatalmas formában, hogy azt csak a levegőből lehet felismerni. Ez az én ötletem. Mert valami ugye nem stimmel Nászkában. Megmérték az elektromos ellenállást. Nem egyezik a máshol mért adatokkal. 8 ezer a különbség. Találtak mágneses mezőket a hegy belsejében, a cikk vonalaknál, de van más is. Találtak a talajban kristály szerkezeteket, amire az elektromikroszkópos vizsgálat során derült fény. Kristályos üvegszerkezetről van szó és bizonyos pontokon nagy mennyiségben, mégpedig veszélyes mértékben felgyülemlett arzént találtak a talajban. Ez az anyag rendkívül mérgező. Szóval Nászkában valami nem stimmel. És ez bizonyítható is, mert az Erich von Deniken alapítvány által végzett kísérletek adatait bármikor ellenőrizni lehet. Akár el is küldjük ezeket az érdeklődőknek ingyen és bérmentve. A történet azonban folytatódik. Ha azt mondom, Nászkában valami nem stimmel, ez bizonyítható, csak hogy nem tudjuk, hogy miért van ez így. Ezért kiadtunk egy új megbízást, aminek középpontjában az a kérdés áll, hogy miért változtak meg a mágneses mezők. Hogyhogy hogy kristályos szerkezetű üveg található ott a talajban. A válasz talán egy év múlva már rendelkezésre áll. Dél-Amerikában nem csak a Nazca sivatagra kell figyelni. Vannak ott más helyek is, amelyek az istenekkel vagy az úgynevezett földön kívüliekkel hozhatók összefüggésbe. Ezt a helyet Pumapunkunak hívják. Pumapunku fent a Titicacató mellett fekszik, 4000 méter magasságban. Amit nem értünk, hogy itt óriás méretű andezit és diorit anyagú kőtáblák hevernek keresztül kasul. A diorit szürkészöldes mélységi kőzet, keménységi foka 8. Mi az a keménységi fok? A legkeményebb ásvány, amit ismerünk, az a gyémánt. Ennek a keménységi foka 10. A keménységi fokot egy speciális skála szerint határozzák meg, ez a mószféle skála. Tehát szükség van valami keményre, egy másik anyagra a dörzsöléshez. De hogy meg tudjuk csiszolni az anyagot, a dörzsölő anyagnak keményebbnek kell lennie a dörzsölendőnél. A diorit keménységi foka 8, ugyanannyi, mint a gránité. Az ilyen hatalmas tömbök szétvágásához, simításához és csiszolásához, amit látható, olyan anyagra van szükség, amelynek a keménységi foka meghaladja a 8-at. Tudományos vélemény szerint a fensiki indiánok az ajmarák templomának maradványai ezek, csak hogy az ajmara indiánok nem rendelkeztek ilyen technikával. A kőtömbök eredetileg egymáshoz voltak rögzítve valamilyen kapcsokkal. Ennek maradványai itt láthatók is. Amikor 1965-ben először ott fönt jártam, találtunk csőmaradványokat vagy vezeték darabokat. Próbáljuk meg csak összerakni. Gondolhatnánk persze, a második vezeték volt alul. Ebben alakítottak ki egy mélyedést, amelyben a víz folyt. Viszont az évszázadok során elmozdult a helyéről. Azonban ez nem így volt. Találtunk vezeték darabokat, de csak a felső részüket alsó rész nem volt. Úgy néz ki, mint a mai beton. Pedig ez nem modern beton, ez egy ősrégi anyag. Azután találtunk ott sarok darabokat. Úgy gondoltuk, hogy az alsó részt ez alatt találjuk meg feszítővasat hoztunk, megemeltük, de nem volt alsó része. Mire szolgáltak ezek a darabok? Több mint 150 évvel ezelőtt a svájci útikönyvíró, könyvíró Johann Jakob von Csúdi itt járt a fensíkon. Látta ezt a költömböt is. Megcsodálta és így szólt. Úgy néz ki, mint egy íróasztal. Ezért úgy nevezik el eszkritórió, vagyis az íróasztal. Természetesen ez nem íróasztal, de senki nem tudja, hogy mire szolgáltak a szögletes nyílások. Ennek ugyancsak diorit az anyaga. Csak egy méter tíz centi magas. De kérem, figyeljék meg a csiszolását. Az elülső és az oldalsó éleket egyaránt és az egyik oldalon van egy vájat. Nyíl egyenesen végig fentről az aljáig. Néhány milliméterenként pedig egy lyuk van belé fúrva. Ha ezt a kőkorszaki emberek akarták volna megcsinálni, ezt a nyílegyenes hornyot nem tudták volna a dioritba belevésni. Hogy miért? Minden kőkorszaki szerszámnak hegyes vége van. Legyen az véső vagy bármi, vasból vagy részből, hegyes a vége. Ráhelyezik a kődarabra, rácsapnak a kalapáccsal, akkor azonban soha nem lesz derékszögű a mélyedés, mert a szerszámnak hegyes a vége, lecsapná az oldaléleket. Marással készült. De ki csinálhatta? Milyen technológiával? Ha a kőkorszaki ember meghatározott bevágást akart készíteni egy kőtömbön, bizonyára egy ellendarabot akart erre ráilleszteni, csak hogy ehhez tervezés kellett. Vajon az ajmarák képesek voltak erre? Még írásuk sem volt. Ennek a darabnak a megtervezése rendkívül bonyolult és összetett feladat, a különböző szintekkel és bemélyedésekkel. A képen alul balra látható egy négyzet, amit B betűvel jelöltem. Nos, egy ilyen négyzetet semmiféle kőkorszaki szerszámmal nem lehetett ilyen pontosággal a kőből kivésni. Ehhez a legmodernebb technikát kellett volna alkalmazni. De akkor ki csinálta mindezt? Ha egyszer a kőkorszaki benszülöttek, az ajmarák nem lehettek, hiszen nem tudhattak így tervezni, mert még írásuk sem volt. A legnagyobb kőtömbök súlya meghaladja a 400 tonnát is. A kőkorszaki ajmarák még 100 tonnányi súlyt sem tudtak volna szállítani. Vettük a fáradtságot, és 24 darab kőtömböt lemérettünk milliméter pontossággal. Természetesen a megfelelő szakemberek segítségével. Otthon pedig készítettünk egy számítógép programot. Azt akartuk tudni, vajon egymásba illenek -e ezek a darabok. És mit láttunk? Buta módon nem jöttünk rá előbb, hogy előre gyártott elemekkel van dolgunk, olyanok, mint a Lego építőelemek. Ez aztán végképp nem illik sehogyan sem az általunk ismert kőkorszaki képbe. De ki csinálta ezeket? Korábban a NASCA sivataggal kapcsolatban elmondtam, hogy egy robotot küldhettek le a földre egy anyaűrhajóról, és ez karcolhatta be az első vonalat a talajba nasca -ban. Könnyen el tudom képzelni, hogy az első földön kívüli etnológusok fönt voltak a tónál. A benszülöttek megbámulták őket, féltek tőlük, de egy idő után megoldották a nyelvi problémákat is. A földön kívüliek energiaforrást kerestek. Egy másik csoportjuk azonban kialakított egy bázistábort. Mit akarhattak ezzel? Akik elmennek a Himalájára vagy máshova, például a sivatagba, azoknak szükségük van egy lerakatra, hiszen nem vihetnek magukkal minden felszerelést, technikát, hosszú kilométereken át. Ezért felállítanak egy tábor. Tehát saját technikájukkal kiépítettek egy megfelelő biztonságos tábort, védve embertől és állattól. A régi legendák szerint, mert fennmaradtak történetek az olmékoktól, az inkák őseitől, Puma Punkut egyetlen éjszaka alatt építették fel az istenek. Ember egyetlenet sem dolgozott ott. Amikor a spanyolok a fenségre érkeztek, mindez már ott volt. A spanyolok maguk kérdezték az inka uralkodót, hogy mik ezek a kőtömbök, és az inkák ugyancsak azt állították, hogy ezen itt egyetlen ember sem dolgozott. Az istenek csinálták. Az úgynevezett istenek, a földön kívüliek valamikor elvégezték a munkájukat és eltűntek, de ott maradt utánuk ez a precíziós fal. Ezután jöttek a benszülöttek, és megnézték, megtapogatták a kőtömböket, a precízen csiszolt éleket, és azt Ezt az Istenek csinálták. A hír így terjed tovább. Ez az Istenek alkotása, és a hír eljutott mindenhová, és mindenki látni akarta, hogy mit csináltak az Istenek. Az emberek egyre többen zarándokoltak el a titikákatóhoz. Erre a benszülöttek, bizonyára a papok tanácsát követve, azt határozták el, építsünk egy templomot az Istenek tiszteletére. Először csak egy teraszt alakítottak ki, aztán egy kisebb templomot, később egy nagyobbat, és így tovább, míg nem kiépült egy nagy zarándokhely. Közvetlenül Puma Punku mellett fekszik Tiahuanaco, egy kőkorszaki építmény együttes, amely bizonyíthatóan preinka törzsektől származik, de ez nem. Puma Punku egy alaptábor maradványa. A stílus törés nagyon is érthető. Az idősebb, amely először itt volt, magasabb technológiáról, nagyobb precízióról árulkodik. Már ami a megmunkálást, a szerszámokat illeti. A második, amelyik később jött létre, egyértelműen és igazolhatóan az inkák előtti őslakosokhoz köthető. Ez a gondolat nem csak azért vitatható, mert tőlem származik. Az Istenek Alkonya című könyvemben részletesen írtam erről, az idézetek pedig régi iratokból származnak. Dél-Amerikából, NASCA-ból, Puma ugorjunk egy nagyot. Keresztül az egész dél-amerikai kontinensen és az Atlanti-óceánon, sőt a földközi tengeren is át, és érkezünk meg most Egyiptomba. Ott ugyancsak találunk egy olyan épület együttest, amiről megállapíthatjuk, hogy a hivatalos datálása nem stimmel. Abidosban vagyunk. Abidos a Nílusnál fekszik, mint a legtöbb templom Egyiptomban. Tudjuk, hogy Abidoszt Széti Fáraó építette, mégpedig első Széti körülbelül Krisztus előtt 1300-ban. Nos, tisztelt nézőim, ha Abidosban járnak, menjenek végig a másik oldalon, vagyis a templom hátsó oldalán. Egy mélyebben fekvő részig. És itt egy mélyedésben, a templomnál alacsonyabban fekvő szinten egy valóban lélegzet elállító építményt láthatnak. A szakirodalom Ozirion néven emlegeti. Oziris Istennek volt egy fivére, és a fivér szét megharagudott Ozirisre. Irítségében meggyilkolta őt, ahol testét feldarabolta, és Egyiptom különböző pontjain temettette el. És Oziris fejét állítólag itt temették el, ezért kapta a hely az Ozirion elnevezést. A Nílus vize egész idáig áttört. Látszik, hogy milyen mélyen van a talajban ez az építmény. Figyeljék meg ezt a precizitást. Valóban kőkorszaki munka lenne. Az egyes kőtömbök a keresztben fekvő elemek akár 40 tonnát is nyomhatnak. A gránit bizonyíthatóan a származik, vagyis körülbelül 1000 kilométer távolságból. A két hely között ott a sivatag és a Nílus. A Níluson akkor több katarakta, zuhatag is volt. Azóta zsilipek könnyítik meg a hajózást. Tehát a kőtömböket ki kellett termelni, meg kellett mozgatni, a níluson leszállítani, újra felrakodni és felállítani. Ehhez különleges technológiára, precíz munkára volt szükség a kőkorszakban, olyan, mint Stonehenge, Angliában. Senki sem tudja, hány éves ez a létesítmény. A régészek is hallgatnak ebben a kérdésben. Ismerek egyiptológusokat, akik azt mondják, az Ozirion, a a világon a legöregebb egyiptomi templom. Amint látják, az építmény mélyen fekszik, és e fölött találhatók az Abidoszi Széti Szentély kisebb kövei akkor pedig a technológia evolúciójával itt valami nincs rendben. Hiszen az ember a kisebbel kezd el dolgozni, és amikor már ügyesebb és tapasztaltabb, akkor nyúl a nagyobbakhoz. Ha megtanulta, hogyan kell a kőtömböket szállítani, hogyan kell használni az emelőszerkezeteket, kötelet, a kőtömbök beillesztéséhez. Ezzel szemben itt a technológia evolúciója, mintha a feje tetején állna. A legöregebb kőtömbök mutatják a legnagyobb precizitást, amelyeket a legnehezebb megmunkálni és a legnehezebb szállítani. Később, széti idejében került sor az ennél könnyebb munkákra. Épp fordítva kellett volna történnie. Az időpont meghatározása nem stimmel. Dél-Amerikából, Nazcából, Pumapunkuból tegyünk egy nagy ugrást az Atlanti-óceánon és még a földközi tengeren is át Egyiptomba. Itt állunk az ókori Egyiptom legismertebb és bizonyára a legvitatottabb monumentális alkotása a Keops piramis előtt. Keops fáraó a negyedik dinasztiához tartozott, és Krisztus előtt 2500 évvel élt, vagyis 4500 évvel ezelőtt. És most, tisztelt nézőim, szeretném felhívni a figyelmüket valami igazán megdöbbentő dologra. Ezen a képen nem a Keops piramis látható. Ez mintegy 30 kilométerre van a Keops piramistól. Ha közelebbről megnézzük, jól látszik, hogy az egész építmény egy hatalmas romhalmaz, átmosott kőtömeg, mintha ez az egész 5000 éven keresztül víz alatt lett volna. Nézzük meg közelebbről. Kérdezhetnénk, hogy van -e ebben egyáltalán valami? Vagy összedől az egész? Ki ez a piramis? Ez a piramis Keops apjáé. Ő volt Snofru fáraó. Belül pedig minden éppen olyan tökéletesen néz ki, mint a későbbi Keops piramisban. Most a Snofru piramis látjuk, most pedig a Keops piramis látjuk. Ezt a hatalmas létesítményt a Keops piramison belül nagy galériának nevezik. Kőgerendák akár 50 tonnás méretig, és ezek ferdén felfelé állnak, olyan pontosan illesztve, hogy egy penge sem férne közéjük. Szenzációs, csak hogy az nem igaz, hogy ez először Keopsznál fordult volna elő. Az apja Snofru ugyan ezt megcsinálta már, Snofru pedig még a kőkorszakból jött. Az időmeghatározás nem stimmel, nem Keops volt az első. De Snofrunak honnan voltak meg a szükséges műszaki eszközei ahhoz, hogy egy ilyen törmelé kupacban ilyen nagyszerű belsőt alakítsanak ki, mint a nagy galéria? Ez Snofru, ez Keops. Élt az ókori Egyiptomban egy pap és történetíró, a neve Manetó. Sokat írt és alkotott, de írásai nem maradtak fent. A későbbi egyház fejedelem, Eusebius Cezárea, szerencsére nagyon sok anyagot vett át Manetótól. Manetó az írásaiban 200 olyan fáraot sorolt fel nevekkel együtt, akikről a hivatalos egyiptomi régészeti anyagok nem is tesznek említést. Akkor hol vannak ezek? Valóban a Snofru piramist láttuk? Ugyanilyen rejtély ez a nyílás is. Itt megint a nagy Keops piramisban vagyok, az úgynevezett királynő kamrájában. Ez a kisebbik a két kamra közül. Ez a déli falban lévő nyílás. Ugyanilyen található szemben az északi falban is, milliméterre pontosan ugyanazon a helyen. A nyílást már régen ismerik, ez nem új felfedezés. Mindig azt hitték, hogy valamiféle szellőző csatorna. Csak hogy ezen soha nem távozott levegő. 16 évvel ezelőtt egy fiatal német mérnök, Rudolf Gantenbrink érkezett ide, és bejelentette az egyiptomi hatóságnak, épít egy robotot, azzal vizsgálja meg a nyílást. Előfordulhat bármilyen dugulás, akár madár, ürülék, tollak, egértetemek. A robottal ezt kitisztítja, és újraindulhat a szellőzés. Meg is kapta az engedét, hogy a robotot kipróbálhassa. És ezzel egy új kaland indult útjára a nagy piramis belsejében. A robot az Upuaut nevet kapta. Kábelen keresztül vezérelték. Hernyóttalppal szerelték fel, akár csak egy kis páncélautót, hogy legyen elég ereje a vezetéket maga után húzni. Először volt egy két méteres vízszintes szakasz. Ezután kezdődött a kürtő emelkedése a piramis belsejébe. Ami itt viszonylag nagynak néz ki, az a valóságban mindössze 12 cm oldal méretű. A robot ment egyenesen felfelé. Itt éppen egy pók mellett halad el. Kár, hogy a pókot nem hozta ki, mert a pók szerves anyagokból áll, és ebből tökéletes kormeghatározást lehetett volna végezni. A kőzetanyag állandóan változott. Egyszer homokkő, azután kapuszerű nyílások a legkülönbözőbb kőzetekből. Egyszer gránit, más alkalommal pedig alabástrom. Megint máskor habarcszerű anyag, amit látszólag hirtelen összecsaptak, mint az egyszerű betont. A kőzet tehát állandóan változott. Itt-ott kisebb darabkák estek le a felső falról. Oldalt feküdtek a kürtőben. A robot pedig egyre csak haladt meredeken felfelé a kürtő belsejében. Itt éppen a habarcsos felület látható. Egyébként arra ma sincs magyarázat, hogy az építésnél miért használta különböző kőfajtákat, hiszen ez a járat a piramis építése alatt keletkezett. Másképp nem lehetett. Nem lehetséges, hogy miután elkészült a piramis, jön egy uralkodó vagy bárki, és azt mondja, állj, kell még egy kürtő keresztben felfelé. Egyszerűen elképzelhetetlen 12 cm-es oldalméret mellett. Egy liliputi ember sem fért volna be vésővel és kalapáccsal. Pontosan 60 méter meredek menet megtétele után a robot egy kis ajtót fedezett fel. Ezen két vasalat volt látható. A baloldali vasalat letört. A letört darabkát pedig jobbra lent lehetett látni. És mivel mindez feltehetőleg Keops idejében történt, mindenki automatikusan arra gondolt, hogy az egy rész darabka, hiszen Keops idejében más nem is lehetett volna. Valamivel később ezt a kis darabkát kihozták a kürtőből egy másik robot segítségével. Nagyon pontosan utána érdeklődtem, hogy mi volt a fém elemzésének eredménye. Legnagyobb megdöbbenésemre azt mondták, hogy ez a darabka fém elveszett. Itt tehát nyitva maradt a kérdés, hogy valóban rész volt-e. Itt látható az eltört darab. Talán el lehet fordítani, mint egy kapcsolót. Egyébként ez a kis ajtó nem fekszik fel tökéletesen a talajra. Látható, hogy a lézer sugár eltűnik az ajtó alatt. A falak jobb és bal oldalon alabástromból készültek. Az alabástrom úgy néz ki, mint a fehér márvány. Egyiptomban számtalan alabástrom lelőhely van. Ez a felfedezés ides tova, több mint tíz éves. A hivatalos egyiptológia hallani sem akart Rudolf Gantenbrinkről. Szó szerint meg akartak tőle szabadulni. Szemére vetették, hogy miatta került mindez a nyilvánosság elé. Először is, ez nem igaz. Nem Rudolf Gantenbrink kereste meg a sajtót. A híreket Londonból szivárogtatták ki. Másrészt, jogosan merülhet fel a kérdés, miért ne lehetne ezzel a nyilvánosság előtt foglalkozni? Miért kell titokban tartani? Miután az ókorral foglalkozó hivatalos szervek nem tárgyaltak Rudolf Gantenbrinkkel, jelentkezette a gazdag amerikai társaság, a National Geographic Society készítettek egy új robotot, és a National Geographic Society készülékére szereltek egy fúrót. Egy nyílást akartak fúrni az ajtóba, hogy kiderüljön, mi található az ajtó mögött. A National Geographic munkatársai szerződést kötöttek a kairói hatóságokkal. Ennek értelmében csak azt lehetett nyilvánosságra hozni, amit a kairói hivatalos szervek engedélyeztek. Néhány évvel ezelőtt egy késői adásban a világ tudomására hozták, hogy ami a képen látható, élő közvetítés, vagyis közvetlenül élő adás. Már ez sem volt teljesen rendben. A felvételek korábban készültek. A nyíláson keresztül vezettek egy kamerát. 23 cm- az első ajtó után következett egy második ajtó, pontosan olyannak tűnt, mint az első. A National Geographic nem írhatta meg azt, amit akart. Néhány oldalt megjelentettek a National Geographic folyóiratban, de nem mindent, amit akartak. Ezért aztán az amerikaiak ugyancsak kiszálltak. Ismét eltelt néhány év, és jelentkezett egy gazdag úri ember Szingapúrból. Építetett egy új robotot. A második ajtóba furtak egy lyukat, átvezettek rajta egy endoszkópot. Az endoszkóppal végezhető például a gyomor orvosi vizsgálata. Látható, hogy milyen a test belülről. És furcsa módon azóta, hogy a Szingapurban készült robotot alkalmazták, semmit nem lehet hallani nyilvánosan erről a kísérletről. Soha többé nem láttam egyetlen képet sem. De én tudom, hogy mi történt. Úgynevezett jól értesült forrásból tudom, hogy mi történt. A robot furt egy lyukat, és ismét 23 cm-rel a második ajtó mögött egy falat fedezett fel. Ezen a falon pedig olyan írásjeleket talált, amelyek nem hieroglifák. Mit jelent ez? Az ókori egyiptomiaknak megvoltak a csodálatos hieroglif történeteik, és egyszerre előkerültek olyanok, amelyek nem az ő jeleik. Ez elgondolkodtató. Egy másik nép, egy másik kultúra vett volna részt a piramis építésében, nem csak az egyiptomiak. Még ha valaha látok is fényképeket a harmadik ajtóról, azok után, amit az előzményekről tudok, vagyis ismerem a hatóságok hozzáállását, nem fogok hinni a képeknek egészen addig, amíg tökéletesen meg nem győzöttem a felvételek hitelességéről. Ám a nagy piramis ezen kívül is tartogat még néhány egyéb rejtét. Krisztus után 823-ban a nagy piramis kőborítással volt ellátva gyönyörű, szép lapokkal. Az akkori uralkodó Al-Mamun kalifa feltétlenül be akart jutni. De a kőlapok miatt nem sikerült. Megparancsolta, hogy vésenek ki rajta egy nyílást. De az emberek nem boldogultak. Cselhez kellett folyamodniuk. Tüzeket gyújtottak a piramis körül. Ezek három-négy napon keresztül égtek, a kőlapok pedig átforrósodtak. Ekkor keletkeztek az első repedések. Akkor pedig már ki tudtak vésni egy nyílást, és bejutottak a nagy piramisba. Napjainkban a turisták is abban a járatban közlekednek, amit áll Mamun vágatott. Láthatják olyan, mintha egy hegygyomrában lennénk. Nincs is olyan benyomásunk, mintha egy nagy piramisban mennénk. A rejtély azonban a piramis alatt keresendő. Ehhez egy kürtővel feljebb kell kezdenünk. Bizonyára emlékeznek az úgynevezett nagy galériára, abban a piramisban, amit Keopsz apja, Snofru fáraó építetett. De van egy járat a piramis alatt. Ez annak egy része. Ez a szakasz 138 méter hosszú. Ha függőlegesen nézzük, kereken 35 méterrel a nagy piramis lábazata alatt található. Itt láthatunk egy sírkamrát, amelyet befejezetlen sírkamrának neveztek el. Egy újabb megfejtendő rejtély, miért hívják befejezetlennek? Miért épített egy fáraó egy sírkamrát a piramis alatt, aminek aztán semmilyen célja nincs? Többször jártam odalent. Dohos és nagyon meleg. Az ember legszívesebben alsó nadrágra vetkőzne. Gumik alapáccsal végigkopogtattam a falakat. Egyes helyeken kisé üregesen kongott. Az volt a benyomásom, még nem vagyunk a járat végén, de nem jutottunk tovább. És a befejezetlen sírkamrából még mélyebbre is vezet egy kürtő, még nagyjából három méterrel lejjebb. A kamerával valamelyest rögzíteni tudtuk. Mi lehet ez? Egyébként szinte a piramis közepén vagyunk, éppen a nagy piramis Alatt. Mi lehetett ez? Nem találtunk rá választ. Csak ellentmondásokat. A régészeti tankönyvekben is rengeteg ellentmondást találhatunk az úgynevezett befejezetlen sírkamrával kapcsolatban. Egy a másik föld alatti rejtély a szakkarai piramis alatt található. A szakvélemények szerint ez a legidősebb piramis. A lépcsős piramis szakkarában. Nap mint nap több ezer turista keresi fel. Áhítottal csodálják. De a látogatók nem is sejtik, hogy a lábuk alatt, a piramis alatt földalatti építmények találhatók. Mégpedig kilométer hosszú járatokkal. Ezek sokszor többszintesek, és olyan szélesek, hogy akár egy traktorral is be lehetne menni. A földalatti létesítmény jobb és baloldalán fülkéket alakítottak ki, és ezek a állnak a leghatalmasabb szarkofágok, amelyeket valaha is láthattunk. A hely elnevezése Serafeum. Ez egy összetett szó, az egyiptomi Szerfisz és a görög Ápisz, a Szentbika elnevezésének összeolvadásából. Önök is láthatják, az alagút valóban olyan széles, hogy akár egy traktor is behajthatna. És itt vannak a fülkék. Ezt az építők külön kiválták annak idején. Képzeljük csak el, hogy egyszerű szerszámokkal, például részkalapáccsal kellett kialakítani ezeket a beugrókat, az alagút jobb és bal oldalán. Azután Assuánból, amely szinte pontosan 1000 kilométer távolságra fekszik, ide szállították a létező legkeményebb gránit tömböket. Ezer kilométert kellett megtenni a Níluson. A szállítást négyszer kellett megszakítani az úgynevezett zúgóknál. Ezeken a helyeken azóta zsilipeket épít a ki a hajóközlekedés biztosítására. Az ókoriaknak tehát négyszer ki kellett emelni a hatalmas kötömböket a szárazföldre. Ott el kellett vinni néhány kilométerre, majd visszaemelni a vízi szállítóeszközre, és tovább vinni szakkarába. Ezeket az óriási köveket csiszolták, polírozták, még pedig hihetetlen precizitással, ahogy a képeken is látszik. Jogosan merül fel a kérdés, milyen szerszámokkal. Pontos és tiszta munka, és miért volt erre szükség? A francia August Mariet, aki később megalapította az egyiptomi Múzeum, múzeumot volt az első, aki ide lemászott, ami egyébként egy véletlennek köszönhető. Egy robbantás következtében egy lyuk keletkezett a talajban. Ezen át engedett le egy fákját. Meg volt győződve arról, hogy a szent bikáknak készített sírhelyeket találta meg. Az ókori egyiptomiaknál voltak hétköznapi bikák, de voltak szentbikák is. A szentbikát ápisznak nevezték, ezért ápisz bikaként is emlegetik ezeket. A korabeli források szerint az bikák nem természetes úton jöttek a világra, hanem a táh Istentől származó sugárból. Különleges minta volt az ápisbika bőrén, nyelvén és homlokán. Az ápis egy vadállat volt, az Istenek szent alkotása. Az emberek nem ölhették meg az ápizbikát, nem vadászhattak rá, nem bánthatták, nem ehették meg a húsát. Tehát a francia August Mariet ott állt a szarkofágok előtt. Úgy gondolta, hogy ilyen hatalmas sírhelyet csak is a szent ápizbikáknak emelhettek. Fogták a feszítővasokat és elmozdították a sírok tetejét. Vagy nem volt benne semmi, és üresek voltak, vagy nyúlós, ragacsos, büdös bitumen belül, a bitumen pedig aszfalt. Egyéb tomban valóban vannak természetes aszfalt Ezek csak bugyognak és bűzölögnek. Hozták a spatulákat, kikaparták az aszfaltot, talicskákba tették, felvitték a felszínre, és ott kiborították. Az aszfaltban különböző állatok összetört csontdarabkáit találták meg. És most jön a lényeg, tisztelt nézőim! Az ókori egyiptomiak minden élőlényt mumifikáltak. Nem csupán embereket vagy éppen magasrangú embereket, mint a fáraókat. Mindent mumifikáltak. Tehát e szerint mumifikáltak halat, természetesen krokodilt és madarat is. Több millió mumifikált madarat találtak szakkarában és más föld építményben is Egyiptomban. Mumifikálták még az olyan kis élőlényt is, mint amilyen a skorpió. Egyszerűen mindent, kutyát és rákot, valóban mindent, de miért? Hittek a visszatérésben, azt vallották, hogy a testet meg kell őrizni, meg kell védni annak érdekében, hogy a lélek, amelyet persze csak mi nevezünk léleknek, ők másképp hívták, azt mondták K és Bá, egy új testben újjá És mit találunk itt a szarkofágokban? Összetört csontokat. Ez nem illik a képbe. A testet meg akarták tartani. Képzeljük csak el ezt a munkát. Föld alatti alagutakat építettek, nehéz kőtömböket hoztak ide, azokat lecsiszolták, és mindezt miért? Hogy összetört csontdarabkákat dobáljanak bele, és a ragacsos aszfaltot öntöttek rá, majd ráhelyeztek egy 40 tonnás koporsó fedelet. Nem áll össze a kép. Korábban már említettem Manetó pap nevét akiről az egyház fejedelemtől Eusebiusztól hallhattunk. Manetó azt állította a műveiben, hogy az istenek egykor keverék lényeket hívtak életre. Hogy micsodát, keverék lények? Vajon mik azok? Bár legalább egy ilyen keverék lényt valószínűleg mindenki ismer, a szfinxet, amelynek emberi feje és oroszlán teste volt. De tudunk egészen más keverék lényekről. Nem csak az irodalomban fordulnak ezek elő, hanem minden nagyobb múzeumban is. Például a suméroktól, Babilonból, ezeket az itt látható alakok szárnyas géniuszoknak hívják. Mit jelenthet ez az ábrázolás? Itt a két keveréklény között látható valami, amit a szaknyelvben életfának hívnak. A szárnyas géniuszok itt az életfán dolgoznak. Mi a csoda ez az életfa? Valójában nem létezik életfa, a fogalom a pszichológiából származik. Mit csinálnak ezek itt? Bizonyára láttak már egy DNS pirát. Az emberi test sejtekből áll össze. A sejt belsejében van a DNS, vagyis az információt hordozó egység. A mai genetikusok meg tudják változtatni a DNS-t. Módosítani tudják a DNS molekulák, az óriás molekulák alapsorrendjét. Helyettesítik azokat másokkal, és létrejön egy másik lény. Napjainkban minden genetikus elő tudna állítani egy keverék lényt. És az ókorban? Manetó szerint voltak ilyenek de a többi ókori történetíró, aki 2000 évvel ezelőtt vagy még korábban Egyiptomban jártak, és ezután írták meg műveiket, például Diodoros, Strabon, Plutarkos és Hierodotos mind említést tesznek keverék lényekről. És nézzük meg a korabeli ábrázolásokat. Második szalmanaszár fekete obeliszkén, amit ma Londonban a British Múzeumban láthatunk, ugyancsak keverék lényeket fedezhetünk fel. Hogy ezek valóban éltek, azt a rövid pórázról lehet felismerni. Az őrök szorosra fogták a szíjakat. És ezek nem majmok, hogy egyesek megpróbálták elhitetni velünk. A következő keverék lényből kettőt is láthatunk itt. Ezeket láncon tartották, tehát ezek is éltek. Az egyiknek hullámos haja volt, ujjait szétfeszítette. A másik a hüvelykujját szopta. Keverék lények? A szfinxek Azok is keverék lények voltak? Mi köze van ennek a szerafeumban talált szarkofágokhoz? Tisztelt nézőim, ha az én hipotéziseimet követjük, akkor lehetett valaha egy anya űrhajó. És ebből kis szállító űrhajók léptek ki, és leszálltak az akkori néprajzkutatók. Tanulmányozták az emberek néhány csoportját. Az elsőknek segítettek is bizonyos dolgokban, pontosan úgy, ahogyan ez az egyiptomi forrásokban szerepel. Szicíliai Diodoros például azt írja, hogy ezek a látogatók istenek voltak, akik megtanították az embereknek az írást, az olvasást, művészetekre, a szerszámok használatára tanították őket, megmutatták a vas feldolgozását és a többi. De erről nem csak Diodorosznál olvashatunk, másoknál ugyanúgy. A földön kívüliek természetesen nem csak a földbolygót ismerik, másokat is. Vannak bolygók a naptól jóval távolabb, azokon hideg van, a naphoz közelebbieken pedig jóval melegebb. Vannak jóval nagyobb bolygók, amelyeken a gravitációnak köszönhetően nagyobb a tárgyak vonzása, vagy éppen taszítása. A holdon nagyokat tudnák ugrani, a Jupiter viszont összezúzódnák. Az idegenek, a távolból jött látogatók körülnéztek a földön a Nílus partján. Láttak valamilyen állatot ott feküdni, amit talán egy pikelyes páncélosra hasonlított. A krokodilt. Úgy nézett ki, mintha nem is érzékelni a nagy meleget. Aztán megélték, hogy például éjszaka egy oroszlán szétmarcangolt egy macskát. És az idegenek azt gondolták, mi lenne, ha vegyítenénk ennek a két állatnak a tulajdonságait: a pikkelyes páncélos melegtűrő képességét és az oroszlán erejét, izomzatát és gyors mozgását. Így keletkeztek a keveréklények. Lehet, hogy a Szent Ápisz, ez a Fenevad is egy ilyen keveréklény volt. Nem természetes úton, nem nem jaktus gyümölcseként jött a világra. Ptá Isten teremtette a Földre. Az ápisbikát. Az istenek megfigyelték a földi lények képességeit, tulajdonságait, de egy napon újra elrepültek. Ezért nem akartak ilyen keverék lényeket magukkal vinni az űrhajóra. Fölösleges lett volna. Egy egészen kicsi kis DNS is elegendő volt, ami alig több, mint mondjuk két gramm. De a nagy testi fenevadak még mindig itt voltak a földön. Az emberek féltek tőlük. Szent állatok voltak, nem ölhették meg ezeket, nem bánthatták és nem ehették meg őket. Az emberek kénytelenek voltak megvárni, amíg a fenevadok természetes módon kimúlnak. És ezután már semmilyen munkától nem riadtak vissza. Szakkarában föld alatti alagutakat építettek. Assuánból, ezer kilométer távolságból odaszállították a legkeményebb gránitot lecsiszolták, polírozták a hatalmas kőtömböket, és valamilyen módon levitték ezeket a föld alatti fülkékbe. Ugyanis a több tonnás gránit tömböket nem tudták volna fentről kötéllel leengedni. Az alagutak mennyezete zárt cikla volt. És mindezt miért? Összetörték a keveréklények csontjait, miután azok természetes módon kimúlta. Egyszerűen összetörték a csontokat, bedobálták a hatalmas szarkofágokba, és hogy biztosra menjenek, ragacsos aszfaltot öntöttek rájuk, és 40 tonna súlyú fedelet helyeztek rá. A földalatti Létesítmény szakkarában, nézetem szerint nem tekintették az újjászületés helyszínének, épp ellenkezőleg börtönnek szánták. Azt akarták, hogy a szörnyetegek soha többé ne térjenek vissza. Ez volt a cél vele. Természetesen nem tudnék így következtetni, ha nem lettek volna meg az összetört csontok, nem lenne ott a föld alatti építmény, nem találták volna meg a bitument, vagyis a ragacsos aszfaltot és rajta a 40 tonnás fedelet. És ha nem tudnám, és ezt minden egyiptológus igazolhatja, hogy az ókori Egyiptomban nagy bűnnek, mondhatni, Isten káromlásnak számított összetörni bármilyen csontot. Végül is mindenki újjá akar születni. Korábban már említettem, hogy nem akarom csak azt ismételni, amiről önök már tudnak. Beszéljünk az újabb felfedezésekről, ismeretekről is. Két és fél ezer évvel ezelőtt a görög történetíró Herodotos Egyiptomban volt történelem könyvének második kötetében azt állítja, hogy a nagy piramis alatt van egy tó, és a tóban egy szarkofág található. Az emberiség szinte két és fél ezer éve csak nevet ezen. Ez butaság. Az ott sivatag, mindenki száradt, hogy lehetne ott alul egy tó. Egy ideje, azonban ismerjük ezt a tavart. Én magam is jártam lent. A lejárat egészen egyszerű. Egy széles nyílás. Egy lépcsőn, vagy inkább létrán lehet lemászni. A nyílást kivésték a sziklában. Ezután egy folyosó következik. Ez egy függőleges járat, de még olyan széles, hogy két létre elfér egymás mellett. Két oldalt nem kell a falnak ütközni. Természetesen a vaslétrák már a mai korból származnak, nem a távoli múltból. Megint egy köztes állomás, amit a képen számítógépes animációval tudunk bemutatni. Itt láthatunk néhány szarkofágot. Erre itt nem találunk magyarázatot, mert ez bazaltból készült, a bazalt vulkáni kőzet. Furcsa, hogy ebből készült a szarkofág. Pontos, precíz munkával készült, bár nem annyira precíz a kiképzése, mint amilyen a Szerafeumban láttuk. Az valóban egyedülálló. És mehetünk még mélyebbre. De ez a szakasz már olyan keskeny, hogy csak egy létra fér el benne. És itt már beverhetjük a könyökünket az oldalfalakba. Végül megérkezünk egy föld alatti terembe. És itt lent valóban víz van, mégpedig kristály tiszta víz. A vízben ott a szarkofág, mindjárt látni is fogják. A jó öreg Hérodotosznak igaza volt. Itt láthatják a szarkofág körvonalait, lent a víz alatt. Azt mondták, hogy amikor megtalálták a szarkofágot, az nyitva volt és üres. Hogy ez igaz-e, azt persze nem tudtam ellenőrizni. Annyi bizonyos, hogy ebből az alsó teremből még mélyebbre is vezetnek járatok, de ezekben nem lehet lemenni, mert víz alatt állnak, legfeljebb búvárfelszereléssel. De a gyakorlatban mégsem lehetséges, mert a kürtők túl keskenyek. Egy búvár palackokkal a hátán nem férne keresztül a nyíláson. Tehát innen még mélyebbre vezetnek lejáratok, és ezek a termek mesterséges úton készültek, nem természetes barlangok. Vajon hogyan vágták ki a sziklát, a mennyezetet? hiszen akkor a kőtörmelék lezuhant volna a talajra. A törmeléket ki kellett volna szállítani azon a keskeny kürtön keresztül, ahol csak egyetlen létre fér el. És mire jó ez az egész? Íme egy újabb rejtély a nagy piramis alatt. És tartok tőle, hogy ez még nem az utolsó megfejtetlen rejtély. Ez még folytatódik tovább. És ami engem a leginkább bosszant, hogy miért nem hallunk mindenről semmit, miért nem lehet nyíltan felvételeket készíteni és írni erről. De máshol is ez a helyzet. Miért kell az egyiptomi leletek körül mindent titokban tartani? Ismerek svájci, német és osztrák egyiptológusokat, akik nem is tudnak erről a föld alatti építményről, és így nem is voltak ott soha. Pedig ezek a dolgok ott vannak. Nyíltan kellene beszélni róla, nem pedig a szőnyeg alá söpörni. Mutattam önöknek rejtélyeket Európában, rejtélyeket Dél-Amerikában, Puma Pumapunkut, jártunk Egyiptomban is. Itt az Ozirion bizonyíthatóan idősebb. Valami nem stimmel a dátumozással, hiszen Keops apjánál, Snowfru Fáraónál már volt egy nagy galéria. Végül találtunk egy föld alatti tavat a nagy piramis alatt, és igazoltuk ezzel, amit az ókori történetíró Herodotos írt meg immár két és fél ezer évvel ezelőtt. És most nézzük meg, mit találunk Közép-Amerikában. Ott éltek a maják. A maja nép viszonylag fiatal. Amikor 400 évvel ezelőtt a spanyolok megérkeztek ide, a maják földjén piramisokat és templomokat találtak. A spanyolok részben lerombolták a piramisokat, és a templomépületek nagy részét is tönkretették. A kövekből utak, keresztény templomok, katedrálisok és kormányzati épületek épültek. Több ezer kéziratot is találtak a majáknál. Hegyes ecsettel készültek négy színben, két oldalon valamiféle pergament anyagra. A spanyolok meggyilkolták a papokat, a fiatalokat megkínozták, minden kéziratot össze kellett hordani nyilvános helyekre, és ezeket elégették. Egy különös véletlennek köszönhetően, a magyarázatot ma sem tudjuk, három kézirat megmaradt. Az egyik kézirat ma Párizsban van, a másik Madridban, a harmadik pedig Dresdában. Ezért beszélhetünk Párizsi kódexről, Madridi kódexről és Dresdai kódexről. Ami a Párizs és a Madridi kódexben áll, azt senki nem érti. A szakemberek sem lettek okosabbak belőle. A Dresdai kódex ezzel szemben matematika és naptár. Ennek legalábbis nagy részét meg lehet érteni, hiszen ismerjük a maják által használt matematikai és naptári rendszer. A világon minden népnek van naptára. És minden naptárhoz tartozik egy kiindulási pont. Ez a kiindulási pont rendkívül fontos az adott kultúra számára. A keresztények számára ez Jézus születése volt 2010 évvel ezelőtt. A muzulmánok más naptárt használnak. Krisztus után 622-ben kezdődik. Erre az évre tehető Mohamed proféta áttelepülése, azaz futása Mekkából Medinába. A nagy zsidó világközösség, amelyik korábbi az összes többinél, más időszámítást használ. A naptáruk 5700 éves, Krisztus előtt 3400 valahányban kezdődik. A kezdőpontja a világ teremtése. A kezdőpont, tehát mindig nagyon fontos. Közép-Amerikában a majáknak is volt saját naptára, és ezt az időszámítást is át lehet számítani a mi naptárunkra. A maja naptár kezdete 3114. augusztus 13-a Krisztus előtt. A maják egészen más rendszert alkalmaznak, mint mi. A legkisebb időegység nagyjából egy hétnek felelt meg. A hétben 13 nap volt, és az ábrán mindenki számára érthető egy pont egyet jelöl. Két pont kettőt, és így tovább a keresztvonal ötöt jelöl. Ha hatot akarunk jelölni, ahhoz kell egy vonal és egy pont. A másik valamivel nagyobb egység a hónap. Ez húsz napból áll. Most már csak össze kell tenni a kis és a nagy kereket. Húzunk egy jelzővonalat, és forgatjuk mindkét kereket. Mennyi idő múlva fog a két kerék jelzővonala megint egybeesni? Pontosan 260 tized, vagyis nap múlva. A legkisebb egység a maja naptárban a 260 nap, vagyis az év 260 nappal. Mondhatnák erre, ez nem lehetséges, a Föld ugyanis 365 nap alatt kerüli meg a napot. Egy 260 napos naptárral a gyakorlatban semmit nem lehet kezdeni. Akkor soha nincs tavasz, nyár, ősz és tél, meleg vagy hideg. Ezért hívták a maják a 260 napos naptárt Szent Naptárnak. Minden vallási ünnepet e szerint a 260 napos ritmus szerint tartottak meg. Csak hogy a maja papok tökéletesen ismerték a csillagászat tudományát. Nagyon jól tudták, hogy a Föld 365 egész valamennyi nap alatt kerüli meg a napot, gondolva a évekre. Nyolc számot határoztak meg a tizedes vesző után. Az utolsó három helyet a mai a naptár szerint precízebben határozták meg, mint a mi naptárunk. Képzeljenek maguk elé ismét egy fogaskereket. Ezen 365 napot jelöltünk meg, és most is megjelölünk egy közös piros vonalat a három keréken. És most mind a három kereket együtt forgatjuk. Mennyi ideig tart vajon most, míg a piros vonalak megint egybeesnek? Ez pontosan 18.980 nap. A mai a régészet ezt kalender roundnak nevezi. Kerek naptári periódusnak. 18.980 nap. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a nagy fogaskerék a 365 nappal 52-szer fordult körbe. A kisebbik kerék a 20 nappal 73-szor fordult körbe. 52 földi év 73 isteni évnek felel meg. A maják az 52-t szent számnak tekintették. A majáknak sikerült a naptártudományokat átültetni a gyakorlatba, az építészet tudományába. Ez itt a Csicsenica piramis. Nem úgy áll, mint az egyiptomi piramisok, vagyis észak-déli tájolással, hanem az észak-déli tengely keresztbe fut az építményen. Minden évben, március 21-én és szeptember 21-én megtörténik itt a csoda. A nap fel kell. Az asztronómiai kialakítás következtében a lépcső szerkezetnek köszönhetően éppen ott, ahol kukulkán ábrázolása látható, a fény árnyék játékból egy szalag alakul ki. Minél magasabbra emelkedik a nap a megvilágított oldalon, annál magasabbra kúszik fel a fény árnyék szalag a sötét oldalon a piramis lépcsőin. Kukulkánisten leszállt az emberekhez. És hat hónappal később? Éppen fordítva. Olyankor éppen napnyugtakor látható, ahogy a fény- árnyék szalag felfelé halad a lépcsőn. Kukulkánisten most elmegy, elhagyja az embereket. De azzal az ígérettel, hogy később visszatér? Ez a visszatérési ígéret ősrégi eredetű. Amikor a spanyolok Közép-Amerikába érkeztek, jelen volt már a visszatérés várás gondolata. A fensikon élő aztékok azt hitték, amikor meglátták a spanyolokat és vezérüket, Hernando Cortest, hogy ők a földre visszatért istenek, vagy legalábbis az istenek hírnökei. Nem volt ez másképp Dél-Amerikában sem. Francisco Pizarro, ez a ravasz hódító, a perui partoktól mintegy 200 méterre kiállt a hajója orrába. Középkori páncélinget viselt, és amint a nap rásütött, az egész teste csillogott és villogott. A part mentén álltak a benszülött inkák. Azt hitték, hogy a napisten rég várt fia érkezett meg hozzájuk. Földre vetették magukat tiszteletük jeléül, de kegyetlenül lemészárolták őket. Ez történt Dél-Amerikában és Közép-Amerikában is, akár csak az ókori Egyiptomban. A legidősebb isten Oziris volt. Az Oziris írásjel az egyiptomi írásmódban ugyanaz a jel, mint az Orion. Oziris az Orionról jött. Az ókori egyiptomiak Osiris visszatérését az Orionról várták. Ezzel csak azt szeretném bizonyítani, hogy a visszatérés várása nem a keresztény egyház találmánya. Jelen volt már jóval a kereszténység megjelenése előtt, és ma. Katolikus nevelést kaptam. Azt olvashatjuk Márk evangéliumában, hogy Jézus vissza fog térni a Földre. Jézus visszatérését nagy kíséret és dicsőség övezi majd. A felhők közül tér majd vissza, a mennyei seregek élén. Nekünk keresztényeknek van néhány csodálatos ünnepünk az egyházi év alatt. És nem is veszük észre, hogy miről is van itt szó. Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, ami egyben az időszámítás kezdete. Karácsonyfákat állítunk. Karácsonyfát, mintha az égből szálltak volna le, ez pedig eredetileg pogány szokás volt. Karácsonykor elmegyünk a templomok és katedrálisok körül tartott karácsonyi vásárra, és mit hallunk a legtöbb dalban? Mennyből az angyal, vagy mennyei seregek szolgálnak te neked? Talán nem is gondolunk már a szövegek eredetére. A vallás vagy a mitológia segítségével megmaradtak ezek a szövegek a gondolatainkban. Tehát. A mai naptár Krisztus előtt 3114. augusztus 13-án kezdődik. De mi történt akkor? Tudjuk jól, de honnan? Nem azt mondtam korábban, hogy minden régi írás elpusztult három kézirat kivételével, amelyek közül kettőt nem is tudunk elolvasni. Tegyük fel, tisztelt nézőim, keresztény kultúránkat átvenni egy valamilyen másik idegen kultúra. Ezek az idegenek azt mondanák, élettek ugyanúgy tovább, építsétek csak az autópályáitokat, vagy amit akartok, de a Bibliátok hazugság, a Bibliának el kell tűnnie. Tehát sok millió Biblia kerülne a szemétdombra. De a hívő keresztények, a papok ismerik a Biblia tartalmát, ők tehát elrejtőznének valahol, és a régi tudást rögzítenék az új papíron. Pontosan ez történt Közép-Amerikában. Így keletkeztek az úgynevezett Csillámbálám könyvek. Ezek a Jaguár papok könyvei. És ott a mai időszámítás kezdetére vonatkozóan az ötödik könyvben ez olvasható. A csillagok útjáról ereszkedtek le mi közénk. A menny csillagainak varázslatos nyelvén szóltak. Ha pedig a mennyszót világűrnek fordítjuk, még érthetőbb. Jelük a mi bizonyságunk, hogy valóban a mennyből jöttek. És ha megint lejönnek közénk, megteremtik a rendet a Földön. Számolnunk kell azzal, hogy valamikor az úgynevezett Istenek, a Földön kívüliek visszatérnek. Ezt tudhatjuk az antik mitológiából, de akár egy szemtanútól is, aki évezredekkel ezelőtt jelen volt. Sok-sok évvel ezelőtt senki nem tudja, hogy mikor, de bizonyíthatóan az özönvíz előtt élt egy férfi, akit Hénoknak hívtak. Hénokkal csak röviden találkozhatunk a Bibliában. Ő volt a hetedik pátriárka az özönvíz előtt. Hénokról csupán néhány szó, két mondat áll a Bibliában. Annyi, hogy az úr saját testében magával vitte őt a földről. Ugyanez a hénok a szerzője egy könyvnek. Ez nem tartozik a Bibliához, hanem amit láthatják is, az apokrif iratok közé sorolják. Ezek mind töredékes művek, kisebb és nagyobb terjedelműek, amelyeket nem építettek be a Bibliába, de már évezredekkel ezelőtt megvoltak. És ezek között található Hénok könyve. Honnan tudhatunk erről? Keresztény egyházunkban Hénok könyve nem része a Bibliának, de az etióp egyház Hénok könyvét kezdettől a Szentírás részének tekintette. Néhány évszázaddal ezelőtt egy angol ember eljutott Etiópiába. Rátalált Hénok könyvére. Ismert az etióp nyelvet magával vitte Angliába, és az ő közvetítésével jutott el Hénok könyve a nyugati világba. Hénok kapcsolatban volt a földön kívüliekkel. Egyébként soha nem hívta őket isteneknek. A mennyek őrzőinek nevezte őket. Még a nevüket is felsorolta. Tehát ismerte a nevüket, a feladatukat, tudta, hogy ki mit csinált. Tudta, ki volt a csillagász, a meteorológus. Tudta, hogy hívták azt, aki megtanította az embereknek, hogy nyerhetnek ércet a földből. Tisztelt nézőim, tudom a földön kívüliek nevét, és azt is tudom, hogy ki miért volt felelős. Honnan tudom? Nem egy megvilágosodásból, hanem Hénoktól. Mit akarunk még ennél többet? Énok a történetét egyes szám első szemében írta. Ahogy írta, este volt. Két idegen érkezett, de nem erről a világról. A két idegen beszélte a nyelvét. Azt mondták neki, hogy ne féljen, nem akarják bántani. Felszólították, szóljon a szüleinek, hogy ne keressék. Velük fog menni, de vissza fogják hozni. Így is tettek mindannyian. Kijöttek a kunyhóból, és az egyik idegen így szólt Hénokhoz. Embernek fia, rossz a szagod. A szegény fiúnak biztos izzadságszaga volt. A közelben volt egy patak. Oda küldték Hénokot, és meghagyták, hogy alaposan mosakodjon meg. Ezt meg is tette. Amikor elkészült és megszárítkozott, az egyik idegen egy kenőcsöt dobott oda neki, és ráparancsolt, hogy az egész testét kenje be vele. Ezt meg is tette. És amikor megérezte a szagát, ezt mondta, édes az illatom, mint az ambrózia és a méz együtt. Ezután az egyik idegen egy ruhát dobott oda neki, de Hénok nem tudta, mit kezdjen vele. Az idegennek kellett megmutatnia, hogyan vegye fel az öltözéket. Amikor elkészült és végignézett magán, így szólt, úgy nézek ki, mint egy közületek. Én nem csodálkozom ezen, ugyanolyan overalban volt, mint ők. Végül aztán felvitték az űrhajóra. Úgy képzelem, egy szállító űrhajóval repültek el az anya űrhajóhoz. Hénok semmit sem értett. Azt írta, a szelek szárnyán emelkedtek a magasba, közelről látta a csillagokat, teljes pompájukban, hatalmas képeket látott maga előtt, amelyek csillogtak a nagy fényességben. Kristályfényhez hasonlítja ezt. Titokzatos ajtók nyíltak meg előtte, majd titokzatos ajtók záródtak be mögötte. Egyszer egy ültetvényen, majd egy csodálatos gyümölcsösben találta magát. De itt egész egyszerű növények teremtek, gabona és más. Végül egy nagy terembe lépett be. Ebben állt egy szék, amit Hénok trónnak nevezett. A trónon pedig ült a nagy felség. A nagy felség felállt, üdvözölte a földi férfit, Hénokot, kezek nyújtott neki. Ezután a nagy felség saját embereinek megparancsolta, hogy tanítsák meg a nyelvüket ennek a fiatal embernek, Hénoknak. Hénok hamarosan két nyelvűvé vált. Tudott tolmácsolni az emberek és az idegenek között. Ezután könyvet írtak együtt. Ők diktálták neki a könyvet. Először megmutatták, hogyan kell írni, majd átadtak egy gyorsíró készüléket. Bizonyos hénok fordításokban gyorsíró csőként szerepel. Ennek nincs jelentősége. Lényeg az, hogy egy technikai eszköz volt, amelyel gyorsabban lehetett írni. Amikor megtanulta használni, diktáltak neki könyveket. De milyen könyveket? Tisztán, tudományos szövegeket. Az egyik idegen, akit nevén is nevez, a metalurgia, a fémkohászat lényegét magyarázza el neki. Hogyan nyerhetünk ki fémet a földből, hogyan kell azt megolvasztani, milyen hőmérsékletre van szükség ehhez. Egy másik a naptáról hogyan kering a föld a nap körül, kitér még a szökőnapokra, szökőévekre is, és így tovább. Elmagyarázza a holt fázisait. Azt mondta az idegen, ott van fönt az a kis fény. Ti emberek holdnak hívjátok. A holdnak azonban nincs saját fénye, a nap világítja meg. Mindent elmagyaráz a holdról, a növekedést és a fogyást, és a többit. Hénok mindezt feljegyezte, és amikor elkészült és mindent leírt, átadta a könyveket a fiának. Ez is itt áll, egészen fent. Íme, kedves fiam, Matuzsálem, átadom neked ezeket a könyveket, miket apát saját kezével jegyzett le. Őrizd meg jól azokat a jövő nemzedéke számára. Mi történt Hénok könyveivel? Mit kezdtünk velük? Mintegy 150 évvel ezelőtt kezdtek hozzá az első nyugati hénok könyvek fordításához, az eredeti etióp nyelvről, először angolra, majd angolról németre. Mit tanultunk belőle? Az akkori tudósok mindegyike brilliáns elme volt. Ismertek legalább három-négy nyelvet. Őket hívjuk filológusoknak. Nem filozófusok, hanem filológusok. Nagyszerű nyelvészek voltak. Mit kezdtek mindezzel? Mindannyian azt hitték, hogy ez Jézussal, az Istennel, a megváltással és a bűnnel függ össze. Beleképzeltek olyan gondolatmodelleket, amelyek nincsenek is hénoknál. Nézzünk egy példát. Az elején megjött a két idegen. A vallásos felfogás szerint két angyal látogatta meg Hénokot. A két idegen, úgymond az angyalok, kihozták őt és meg kellett mosakodnia. A vallásos változatban így áll. Hénoknak meg kellett tisztulnia valamennyiünk bűnétől. Azután megkaptak kenőcsöt, hogy kenje be vele a testét. A modern változatom szerint így dezinficiálták. A vallásos változat ezt másképp mutatja be, így szentelték pappá. Majd kapott egy öltözéket. Az én felfogásom szerint egyszerűen egy overát adtak rá, ami rátapadt a testére, mert a bő köntösében nem szállhatott volna be az űrhajóba. Azon kívül lehettek benne baktériumok, és a szaga is rossz volt. A vallásos változat szerint hénokra papi öltözetet adtak. Elindult az útjuk felfelé, a vallásos szemlélet szerint ez volt hénok mennybe menetele, majd megérkeztek az ültetvényre. A vallásos magyarázat szerint megérkezett a Paradicsomba a varázskertbe. Az Isten elvezette őt a varázskertbe. Végül eljutott a nagy terembe. A nagyteremben teremben állt egy trón, és ezen foglalt helyet a nagy felség. Legalább ennél a pontnál kellett volna minden vallási magyarázat készítőjének felfigyelnie arra, hogy alapvetően rossz úton járnak. Legkésőbb itt kellett volna megérteniük. Ha valóban azt hiszik, hogy a trónon a mindenható nagyisten ül, ő biztosan nem állt volna fel, és nem rázott volna kezet egy fiatalemberrel. Mindent rosszul csináltunk, amikor vallási gondolatokból indultunk ki. Ezt Hénok és a többiek szövegeiből ma is pontosan fel lehet ismerni. A következő kis eszmefuttatást, tisztelt nézőim, önök is kipróbálhatják. Egy régi szövegben előfordul mondjuk az angyal szó. De mi is az az angyal, valamiféle lény fentről. Angelos, Azt jelenti, hírnök. Az angyalnak szárnya van tud repülni, gyakran kard is van, nála, például Mihálynál, és természetesen feje fölött a glória. Most helyettesítsük az angyal szót földönkívülivel. Arkangyal helyett használjuk a földönkívüliek csoportvezetője szót. Legyen a mennybe menetel helyett Space Shuttle, azaz útja az anyaűrhajóhoz. A nagy felség az űrhajó kapitánya, és nem az Úristen. Elég, ha a régi szövegekben csak öt vagy hat, hét kulcsot modern szövegrészekkel helyettesítenek be, és megváltozik az egész szöveg értelme. Ez a modern szemlélet sokkal észszerűbb és sokkal értelmesebb, mint a régi felfogás szerinti. Mert az mindig előre vetítette, hogy mit kell hinni. Ezt úgysem értjük, ez az Isten misztériuma. Viszont nincs semmiféle misztérium, a hit pedig nem áll az értelem talaján. A hit az, amikor valamit elfogadunk anélkül, hogy bizonyítani tudnánk. Kevesebbet akarok hinni, és többet akarok tudni. És ettől én még nem vagyok hitetlen. Távol álljon tőlem az Isten tagadás. Hogy lehet ezt egy kalap alá venni? Képzeljék el, tisztelt nézőim, a kedvemért, hogy igazam van. És évezredekkel ezelőtt valóban voltak itt földön kívüliek. És? A következő kérdés már is az lesz, hogy honnan jöttek. Erre mondhatnánk, hogy egy másik naprendszerből keveredtek ide, és oda pedig egy másikból jutottak. Valamikor, sok millió év múlva, mégis a végére érnek. Az ember egészen kicsi lesz. Megértő lesz a vallással szemben is. Ki tudja mondani, ez a teremtés, itt jelen van az Isten. Soha nem hagytam el az Istent. Azon kevesek közé tartozom, akik még imádkoznak minden nap. Csak hogy szörnyű dolgot csináltunk az isteni gondolatokból. Minden vallásnak más istenei vannak, más gyógyítója és más megváltója. És az ő nevükben harcolunk és csatázunk egymással. Állítólag a mindenkori Isten megbízásából. Ez szégyen. Én Istent, mert nem tudom jobban definiálni, a teremtés grandiózus szellemének nevezem, de hívő ember maradtam. Énok könyvében azonban nem Istenről van szó, hanem földön kívüliekről. Énok tudta is a nevüket és a feladatukat. Ő sem hívta Istennek vagy Isteneknek őket, hanem a mennyek őrzőinek. Ezzel most már modern korunkban tisztában kellene lenni. Volna itt még két apróság, amelyek mindig felbosszantanak. 50 éve állandóan támadnak. Tudományos helyekről mindig ugyanazt hallom. Egyrészt, hogy földön kívüliek nincsenek, vagy ha mégis egészen másképp néznek ki, mint mi. Másrészt az univerzumban fényévekkel mérünk, és ezeket a távolságokat úgysem lehet leküzdeni. Mondom gyorsan, nem akarom elhúzni. Ezek a kifogások semmiképpen nem helytállóak, egyszerűen nem igazak. Tegyük fel, egy űrhajó csak a fénysebesség két százalékával haladna. 500 évig lenne úton. Aztán már két űrhajó lenne, majd négy, nyolc, és így tovább. Ha mindegyik csak a fénysebesség 2%-ával haladna, és 500 évig lenne úton, a mi tejút rendszerünket 10 millió év alatt lehetne kolonizálni. Egyetlen pontból kiindulva. Az egyetlen ráfordítás az emberiség részéről az első anyaűrhajó lenne. Mondhatnánk, 500 évig menne a fénysebesség 2%-ával, de egyetlen ember se él 500 évig. Nem is kell. Generációs űrhajókat lehetne kialakítani. Az emberek azon élnének, szeretkeznének, szülnének és meghalnának. Lehet, hogy csak a 30. generáció érkezik meg a célhoz. Nagyon unalmasnak hangzik, de lehetséges. Tudnánk terjeszkedni, és nem csak a mi tejútrendszerünk van, rengeteg van még ezen kívül. Az iskolában azt tanultuk, hogy minden az ősrobbanással kezdődött, a nagy bummal. De ma már minden asztrofizikus tudja, hogy rengeteg ősrobbanás, azaz Big Bang van. Egyre újabb és újabb univerzumok jönnek létre, mások pedig megszűnnek, eltűnnek, és az energia eltávozik. Ebből újabbak keletkeznek valahol, máshol. Valamennyien egy lenyűgöző világegyetem részei vagyunk, és emögött az áll, amit nagy tisztelettel grandiózus teremtőszellemnek nevezek. És miért ne lehetne az, hogy a földön kívüliek úgy néznének ki, mint a földi emberek? Valahol egyszer a magot, az élet építőköveit az első intelligens fajból kiküldték a világegyetembe. Ezt pánspermia elméletnek nevezték el. A gondolatot a Nobel-díjas svéd Savante Aréniusnak köszönhetjük. Ő már régen meghalt. Valahol a világegyetemben megjelennek az első intelligens faj részecskéi. Képzeljük el, hogy billió és billió vírust engednének ki. Természetesen tudjuk, hogy a részecskék nagy része elég, megsemmisül az űrben, vagy olyan közegbe kerül, amely életképtelen számára, ahol nem tud növekedni. Az a bolygó lehet túl meleg, vagy túl hideg, és stb. Az élet építő köveinek csak egy töredék része érkezik hasonló közegbe, mint az eredeti közege, és csak ekkor jelennek meg az élet nyomai. Mi itt a Földön állandóan vitatkozunk. Teremtés vagy evolúció, Darwin tanítása. Természetesen van evolúció, ezt bizonyítani is lehet. A kérdés, hogy hol kezdődött? Az eredeti élet, az első sejt itt kezdődött? Nem. Az élet első hírnökei kikerültek a világegyetembe. Valaki kiküldte oda. Ezt egyébként igazolni is lehet. Az irodalom, az ősi vallások mind azt hirdetik, hogy az Istenek az embert a saját képmásukra teremtették. Részei vagyunk a pánspermiának. Az élet kívülről érkezett, az evolúció azután továbbfejlesztette. Az evolúciónak vannak kötelező formái. Az egész élőlény láncban felismerhetők ezek a kötelező formák, de erről sehol nem olvashatunk. Mik ezek a kötelező formák? Egy életforma kialakul egy kisegér alakjában. Az állatnak van agya és vannak szemei. A szem és az agy vannak mindig legközelebb egymáshoz. Nem lehet másképp. Amit a szemével meglát, arra az agya azonnal reagál. A legrövidebb idegpályák a reakció kialakulásához. Egy életformában kialakult a szaglószerv, orr vagy ormány alakjában. Mindig a száj elérhető közelségében lesz. Az állat először megszagolja, amit megenne, nehogy valami mérgező tegyen. A kar vagy a melső végtag biztos, hogy előrefelé a szemmel egyező irányban áll. Nem is lehetne másképp. Az élő lénynek látnia kell, amit elkap. Ezt hívjuk kötelező formáknak. A technikai evolúció útján ezek a kötelező formák egyre szűkebbek lettek. Tegyük fel, hogy a krokodil magas intelligenciájú élőlény. A krokodil mancsokkal nem lehet használni egy csavarhúzót. Tegyük fel, hogy a delfin magas intelligenciájú élőlény. A delfinek úszkálnak a vízben, éjszaka kiugrálnak, és a fejük felett az égen apró fényeket látnak. Majd összeül a delfinek tanácsa, és megtárgyalják, vajon mi vagyunk az egyetlen intelligens faj, vagy vannak-e még rajtunk kívül is. Minden evolúcióban, amelyik az intelligencia fejlődés útján megy előre, jelen van egy szörnyeteg, és ezzel a szörnyeteg ellen senkinek nem lehet szabad akarata. Úgy hívják kíváncsiság. A delfineket is készeríti a kíváncsiság. Valamikor, hogy százezer évvel később vagy korábban azt nem tudjuk, meg akarják tudni, hogy mik azok a fények a fejük felett, és hogy egyedül vannak-e. Ehhez legalább antennát kell építeniük, ehhez fémet kell önteni. A fémolvasztáshoz tüzet kell gyújtani, a tűzgyújtáshoz pedig ki kell jönni a vízből. Ezek kötelező formák. Tegyük fel, hogy mi emberek már mindent felfedeztünk a Földön. Mindent. Az agykutatásban is. A mélytengeri kutatásokban is. Jukat furtunk a Földgolyón keresztül, és oda át Új-Zélandon megérkeztünk. Na és? A fények még mindig ott vannak, a fejünk felett. És a kíváncsiság nem hagy nyugodni, és tudni akarjuk, hogy mik azok a fények. Meg fogjuk tudni, mert meg akarjuk tudni. A kíváncsisággal szemben senkinek nem lehet szabad akarata. Ezt az egészet hívjuk pánspermiának. Mi is a pánspermia elmélet részei vagyunk. Miért esik nehezünkre megbékélni ezekkel a gondolatokkal? Nos, tisztelt nézőim, alapvetően kétfajta ember létezik ezen a bolygón. Az egyik csoport vallásos, és most teljesen mindegy, hogy melyik vallás híve. A másik csoport inkább tudományos beállítottságú. A vallásosnak azt tanították, hogy a jó Isten teremtett mindent. A világegyetemet, a naprendszereket, a bolygókat és a többit. És a jó Isten a teremtés koronájaként megalkotta az embert. A másik csoportba tartozók ismerik az egész evolúció elméletet, evolúciót, mutációt és szelekciót, és az evolúció spirál csúcsán természetesen az ember áll. Feltűnt már önöknek, hogy mindkét esetben akár a teremtés koronájaként, Akár az evolúciós spirál csúcsán mi emberek vagyunk a legnagyobbak és a legjobbak. Az embernél nincs is fantasztikusabb az egész világegyetemben. Ez simán önámítás, egocentrikus szemlélet. Túl gyávák vagyunk ahhoz, hogy gondolatainkba bevonjuk akár csak a lehetőségét is a Földön kívüli befolyásnak. Ha ezt megtennénk, megdőlne a különlegességünkről alkotott kép. Mind a tudományos felfogásban, mind a vallásosban. Itt most mindegy. És még egy gondolat. 1968-ban jelent meg az első könyvem, Jövőnk emlékei címmel. Azóta folyamatosan harcolok egy fenomén ellen, amit a kor szellemének nevezek. A kor szelleme valamiféle tehetetlen massza, ami állandóan felvértezi magát minden nemű változás ellen. Ez természetesen nem egy szellem, ahogy egy szellemet elképzelnénk, mégis létezik a kor szelleme. A kor szelleme az aktuálisan uralkodó értelem. Kivéd meg bennünket az éppen uralkodó értelemmel szemben. Mindig voltak olyan gondolkodók, akiket az éppen akkor uralkodó értelem nevében elnyomtak, elpusztítottak, vagy valahogy elhallgattattak. Én védem magam a kor szellemével szemben, védem magam az uralkodó értelemmel szemben, még ha az új szemlélet értelmetlennek is tűnik. És erre szeretném megkérni mindannyiukat. Tisztelt nézőim! Harcoljanak önök is a kor szelleme ellen, a gondolkodásnak a lusta tehetetlensége ellen. A kor szelleme egyébként olyan erős, hogy még politikusok, vagy morálisan is nagy tekintélyű személyiségek, mint amilyen a Szent Atya, sem tudnak ellene tenni. Képzeljék el, hogy valamelyik állam elnöke egy éjszaka látott két-három ufót. A következő napon elmondja ezt a kabinet tagjainak. A sajtófőnöke azt mondaná erre. Az ég szerelmére elnök úr el nem mondja ezt a sajtónak, azonnal vége a karrierjének. Ez akkor szelleme. Ezen egy magasrangú politikai személyiség sem jut keresztül. Tételezzük fel, hogy maga a szentatya áll ki a balkonjára, és a téren sok ezer ember hallgatja, amit mond. Tegnap este egy különös élményben volt részem. Üdvözölhettem két földön kívül itt. Saját vallásának hívői, a kardinálisok mind azt gondolnák, mi történt vele, az Isten szerelmére hallgasson erről. A korszelleme maga az értelmetlenség. A korszellem az, ami ellen harcolnunk kell. Természetesen akkor, ha az értelmetlenség értelmetlen. Köszönöm, tisztelt nézőim, hogy ilyen hosszan és ilyen türelmesen végighallgattak. És önök is harcoljanak a korszellem ellen. Ugyanis valamikor visszajönnek a Földön kívüliek, ezért fontos, hogy egy kicsit felkészüljünk. Akkor nem találjuk majd nyomasztónak a tényeket. Viszontlátásra!